Szilkai tér munkánk. A címe az később alakult ki, mint maga a munkák. Ez nem egy munkacím, nem előzte meg először a sorozatot, hanem a sorozat váltotta ki ezt a munkacímet, amit nem is én találtam ki, hanem egy művészettörténész barátnőm jött felhoznom a tűzraktári műtermembe, és beszélgettünk a képekről, ahol elég kemény kérdéseket tett fel, hogy mit, miért, hogyan feste. És akkor egyszerre állapítottuk meg kb., hogy akkor ezek a képek végül is, meg rajtuk a képeken a hiány, ami először 2006-ban kezdett el foglalkoztatni a formázott képeknél, ahol konkrétan nincs, hiányzik egy négyzetes, vagy egy megszokott képi formából egy darab, amit tudatosan úgy festettem, hogy a hiány és maga a tér magában a műteremben, meg a kiállító tért figyelembe véve szerves része a képnek. Molnár Sándor osztályba jártunk, és nekik köszönhetően megismertünk olyan képzőművészeket, akik hatottak ránk, akikkel foglalkozhattunk úgy, hogy felhasználhattuk a munkásságunkban. Úgyhogy nem hiányát, hanem többletét jelenti a képnek maga a fizikálisan kiesett vászon, és a fehér az maga végül is a vászonnak a hiánya, és a rétegekben egy plusz réteg, egy ilyen metafizikailag megfogalmazható tér, egy szihés tér. Az osztrák akcionizmus és Arnold Freiner, vagy az amerikai expresszionizmus hatással voltak a képzőművészetére, illetve van egy ilyen sajátságos közép-európai világ is, ami talán nem annyira ismert itt Magyarországon, és hát ez így a lengyel képzőművészet. Aztán ez néhol sűrűbben, nagyobb formában, néhol kevésbé, de a mai napig megjelennek a vásznaimon. Talán ennél a három képnél, de főleg ennél a két képnél látszik szervesen, ahogy a két kép egymás mellett készült, és lentről meg fentről találkozik ez a tér, és egymással párbeszédbe kerül. Én szeretek vele dolgozni egyébként, mert így ösztönözzük egymást, és ez nagyon jó. Egymás mellett festettem őket egy nagy falon, és amikor kiállítottam őket, akkor esett le, hogy ez a két kép egyáltalán tök jól beszél egymással. Ezeket a képeket több ideig, sokáig, és hogy újra-újra kell nézni ahhoz, hogy az érzelmi hangulatú világot visszaadja az embernek, belsőleg felfedezzen magában dolgokat. Eleinte csak ez a nagy hangú fiú volt, akitől így visszhangzik a folyosó, egy picit féltünk is tőle, meg kis hülyéknek hívott minket mellesleg, és úgy ismertük meg, hogy ilyen késő éjszakai órában néztük a tévét, és beugrott az ablakon a harmadik emeleti társalgóban. És akkor kiderült, hogy Londonból jött, és elkezdtünk beszélgetni, aznap voltunk ilyen boncoláson anatómia órán, és akkor fújogott, hogy úristen, ki az, aki elmegy ilyesmire, és soha nem menne el, szerinte ez gusztustalan, és akkor le is szólt minket egy picit, aztán ott hagyott. Ennél a képnél is itt tök egyszerű lett volna meghagyni fehéren ezt a lukat, mint a többi képnél, de itt már egy szín ölő el körül a többi szín, és egy másfajta ilyen, inkább egy belső égésnek a tere látszódhat, hogy lehet felfedezni a képben egy ilyen, hát másfajta lelki állapotot tükröznek már ezek a képek, ahogy így telik az idő, és most élek. És volt, amikor elaludt a műteremben is reggel, arra ment be a csapat, nem? Meg a tanár. Hát de igen, akkor elég sok ilyen volt. Most tudom, hogy hajnalban nem akart bemenni a kollégiumba, és bement az Epreskertbe a műterembe.
aludni, és magára zárta az ajtót. Most hát minden pénteken 9 órakor volt a szeánsz a mesternél, az összejövetel, és hát ugye megjelentek az emberek, és nem tudtak bemenni, és az Ákos ott aludta a dobogón, és próbálták kinyitni az ajtót, zörögtek semmit, és kívülről az ablakot be akarták így nyomni, és az egész bedőlt. De hát ő arra sem kelt fel. Aztán odaálltak fölé, hát így körbeállták, mint nem is tudom, a rovatalnál a halottat, és Ákos, mi van veled, vagy mi történt? És az volt az első kérdése, hogy hol a Gyula? Vörös alapon kezdett el ez az egész, ez egy sokkal lazább kép volt, de hogy festettem, egyre jobban tömörüldött be, hogy így jönnek a rétegek, és én persze a vörösnek a komplementer színe úgy tanulja az ember, hogy a zöld, a kiegészítő színperjed, én a franciáktól átvett kéket használom. Nekem sokkal jobban kifejezi a... Hát a vörös kék is egy ilyen komplementer, de nem a klasszikus értelemben vett Johannes Itten féle színkontraszt, hanem ezt a francia lírai abstrakcióban fedezték fel, vagy ott kísérletezték és használtak, hogy a vöröset a kékkel ütköztették. Ez azért is sokkal egy drámaibb érzést ad, mint a zöld, mert a zöld-vörösnek a fele-fele aránya az a nyugalmi állapot, az a standard, az a jó. Nyüzsgő ember, nagyon velem eljött parlangászni. Eljött parlangászni. Hát ez a szürke, ez egy nagyon szemét kép volt, mert hónapokig nem tudtam megoldani. Ugyanúgy kezdődött el, mint a többi, hogy próbáltam a szíkai teret benne keresni. Aztán szépen lassan betömődött, ahogy a többi is. És utána egy ilyen, ennél a képnél kezdtem el azzal foglalkozom, ez a totális abstrakció, amikor már nem kezdek el, mint a többi képnél azért látszanak formák, meg természetből elő lehet szedni dolgokat, hanem itt így csak a képet néztem hetekig, és ami egy-egy impressziót adott, azokat tettem fel rá, de és alakult ki ez a fekete-vörös kontraszt, amit alulról sűrűsödik. Itt nagyon sok régi dolog van, és sok minden. Én is öreg vagyok, öregek volt, az egész családom nagyon öreg, sok minden régi viccik, vacakot örököltem, és egy idő múlva rájöttünk a feleségemmel arra, hogy minket egy kicsit modernizál és fiatalít, ha modern képek vannak körülöttünk. És van egy lakásunk, amit nem használunk tulajdonképpen, mert elég rossz állapotban van, nagyon nehezen lehet kiadni, és az ötletünk támad, hogy fiatal, most végzett, vagy majdnem végzős képzőművészeknek odaadnánk, mint műterem, tehát nem mint lakás, csak festést. Ez egy nagyon vegyes színű kép, tehát attól, hogy ilyen nagyon sok színe van, attól pont nagyon vonzó. Én a munkáimban is mindig, amit én tervezek, azt próbálom a megbízóknak elmagyarázni, hogy a színek azok nagyon fontosak. Tehát például most nagyon sokat foglalkozom a két háború közötti modern enteriőrökkel, egy könyvet írok most erről, és hogyha 10 embert megkérdez, abból 9 úgy gondolja, hogy ezek a két háború közötti nagyon egyszerű modern enteriőrök mind feketék voltak, fehérek és szürkék.